tűzesethez riasztották a tűzoltókat vasárnap délelőtt Tácon. A tulajdonos elmondása alapján elektromos meghibásodás okozhatta a tüzet a padláson, amelynek okán a háromszintes családi ház legfelső szintje, valamint tetőszerkezete égett le. A tűzoltók sikeresen fékezték meg a lángok tovább terjedését, majd az ilyenkor szokásos rutin szerint jártak el. Vasárnap délelőtt lakástűzről érkezett bejelentés a katasztrófa védelemhez. Tácon egy körülbelül 150 négyzetméteres családi háznak a tetőszerkezete, valamint a tetőtéri szobái égtek. A lángokat a székesfehérvári hivatásos tűzoltók, a Sárszent Mihály és Sárvíz Tűzoltó Egyesület önkénteseivel együttműködve fékezték meg. A helyszínre érkezett a Fehér Medik mentőcsoport is. A tűzoltók létrán közelítették meg az égő tetőszerkezetet, valamint légzőkészülékben be is mentek a betonfödémes épületbe, és az emeletről oltották az égő tetőszerkezetet. Személyi sérülés nem történt, a tűz a földszintre a gyors beavatkozásnak köszönhetően nem terjedt át, ugyanakkor a teljes tetőszerkezet, valamint a tetőtéri szobák teljesen kiégtek. Már online is válthatnak 280 forintos havi buszbérletet a fehérvári diákok. A diákbérletekre vonatkozó önkormányzati intézkedés alapján az eddigi 2970 forintos ár helyett mindössze 280 forintért válthatnak havi buszbérletet a fehérvári tanulók. Ahogy azt a dr. Cserpalkovics András polgármester közösségi oldalán jelezte, a diákbérlet árának 2022-es csökkentésével azt szeretnék elérni, hogy minél több tanuló válassza a közösségi közlekedést a szülőkkel autózás helyett, ezzel is csökkentve a környezetterhelést és a csúcsidőszak torlódásait. A diákbérlet immár online is megvásárolható, ehhez okostelefonra, internet kapcsolatra és bankkártyára van szükség. Fontos, hogy ha valaki nem saját részre vásárol jegyet vagy bérletet, a terméket arról a telefonról kell megvásárolni, amelyik az utasnál lesz. Az Alba Régia szimfonikus zenekar Dobszai Péter művészeti vezető dirigálásával sokszínű műsorral várta a székesfehérvári zenebarátokat hagyományos újévi hangversenyére a Vörös Marti Színházban. A program első felében Bécs nagy muzsikusa, a keringő király ifjabb Johann Strauss elbűvölő zenéje csendült fel a zenekar előadásában, az első dallamokat rendhagyó módon, ugyanakkor a hagyományokhoz hűen Cserpalkovics András polgármester is dirigálta. A koncert második felében örökzöld opera melódiákból hallhattak válogatást, Verdi, Bellini, Szilea, Puccini és Csajkovszki művei csendültek fel. A szoprán repertoár égköveinek számító áriák előadójaként a nemzetközi hírű operaénekesnő Boros Csilla lépett szülővárosa közönsége elé. A zenekarnak a legnagyobb ajándék és öröm, hogyha játszhat. És nagy öröm, hogy Boros Csilla művésznő elfogadta a felkérésünket. Első hívásra gyakorlatilag örömmel. Nagyon kihangsúlyozta, hogy Székesfehérvárra bármikor örömmel jön, és kifejezetten új évkor pedig tényleg egy szép évkezdés elé nézhetünk a közreműködésével. A zenekar pedig, hát most már túl vagyunk egy hét próbaidőszakon, és azt mondhatom, hogy nagy várakozással készültünk erre a ma estére. Visszakanyarodtunk egy kicsit a régi klasszikusokhoz, nagyon sok Strauss fognak hallani a nézők, és természetesen művésznő közreműködésével, az ő csodálatos szólójával opera részleteket. A hirtelen jött felmelegedésre való tekintettel bizonytalan időre bezárt a Kori liget. Péntek óta a nappali hőmérséklet csúcsértéke megközelíti a 15 fokot, ezáltal a jég olvadásnak indult, ami lehetetlenné teszi a jégpálya rendeltetésszerű használatát. Az előrejelzések szerint szerdáig marad az enyhe időjárás és a 10 Celsius fok körüli átlaghőmérséklet, majd a hétvégén tér vissza a téli hideg, ekkor ismét 2-3 fokos legmagasabb nappali hőmérséklettel lehet számolni. Amennyiben az időjárás is úgy akarja, a jövő hét végétől ismét megfelelő lesz a jégi minősége a Kori ligetben, amelyet ebben az esetben vehetnek majd újra birtokba a korcsolyázás szerelmesei. Ranglista szerző versennyel indult az év a Székesfehérvári Kiskút Teniszklubban. Az új esztendő első amatőr tornájára mintegy 40 lelkes teniszező adta le jelentkezését. A résztvevők 12 darab 3-as csoportban, majd a csoport elsők 4 darab 3-as csoportban mérkőztek meg egymással, mely után az elődöntők és a döntők következtek. A csoport másodikak a Vigaszágban játszhattak tovább,
a csoport harmadikak pedig a 25.-36. helyek sorsát döntötték el egymás között. A mérkőzések 4 nyert gémig tartottak, 4-4-es állásnál pedig tiebreak következett. A lebonyolítási rendszer a résztvevők számára legalább 4 mérkőzést garantált. Régi tervünk már itt a Kiskuton, hogy egy ranglistát fölállítsunk az itteni szezők között, és ehhez szerettünk volna alapot teremteni ezzel a versennyel, ami majdnem, hogy jobban sikerült, mint a legmerészebb álmainkban gondoltuk, mert 40 jelentkező indult a tornán, jöttek Győrből, Kisbérről, Budapestről, és természetesen a helyi aktív sportolók, akik amatőr szinten teniszezgetnek.